születek. És akkor a rém kiugrott, elfutott. De a sarkomban négyen mentek rá. Rámászott a falon. És akkor be egy lakásba, egy ágyba, egy házas pár közé. És amikor rendőrök odaérkeztek, egy cumit ugott a száját. Kérem, én még csak 4 hónapos vagyok. És ezért kapott 4 hónapot. Őrületek, érted? Egyszerűen meg kiesett egy kocsiból egy vaklottóárus elé. Tata, alatta, tata, őrület, ma már nincsenek ilyen fejek. Te vagy az. Te vagy az. Semmit se változtál. Te sem. De a nők, öregem, a nők. Mint tönkre, mert mit csináltok itt a nőkkel, Matvai? Hozd rend egy kicsit őket, rém, jó? Mit csinálsz? Non-stop paprok, szerkesztő vagyok a rádióban. Mennyivel veled kapok? Én vagyok a tinik bálvány. Nem úgy értettem. A nőkkel mit csinálsz? Fiam. Mi? Kisfiam. Csaba! A Soproni kényelmi gazdaságával. Mutatkozzál be. Hello. Makancs. Ő az? A nagylányom. Mary Lou. Mary Lou. Hello. Mary Lou. Makai Ákos, Makai Csaba. Mary Lou. Hello. Ricky Nelson, mi? Tud magyarul? Tudsz magyarul? Ugyan, papa, olyan egy vagy. Tud magyarul. Hello. Mary Lou. Ő az egyetlen igazi magyar barátom. A többi Amerikában van. Nem, ez nem sokat változott. Na, menjünk a fenébe innét, Makai. A gyerek még nem látta a várost.